Köszöntöm Önöket, és nagyon kellemes reggelt kívánok mindenkinek, ehhez pedig az időjárás is hozzájárul, hiszen friss a levegő, és országszerte süt a nap. Nos, napsütésből bőven jut napközben is, a több órás napsütés mellett csak időnként növekszik meg a felhőzet. Erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés hazánk nyugati, észak-nyugati felén, ott kissé nedvesebb levegő határozhatja meg az időjárást, és este felé délután abban a térségben nem zárható ki egy-egy zápor eső vagy zivatar sem szélerősödéssel. Az ország nagy részén azonban száraz marad az időjárás, és délután 29-33 fok között alakul majd a hőmérséklet. Hasonló hőmérsékletre számíthatunk a következő napokban is, és marad a sok-sok napsütés, de sajnos épp a hétvégén érheti el a Kárpát-medencét egy front, ezért szombaton napközben megnövekszik a felhőzet, több helyen lehet majd zápor eső, zivatar, és meg is erősödik a szél, így aztán augusztus 20-án is nagyobb részt mozgalmas, változékony időjárásra készülhetünk, bár reményeink szerint az esti órákra az esőfelhők elhagyják a Kárpát-medencét, vasárnapra mérséklődik majd a felmelegedés is. Kellemes napot kívánok mindenkinek, viszontlátásra!